Ukrajna részleges felvételét javasolja az Észak-Atlanti Szerződés szervezetébe Anders Fogh Rasmussen, a NATO egykori főtitkára a Brit Guardian lapnak adott interjújában. Eljött az idő, hogy megtegyük a következő lépést, és meghívjuk Ukrajnát a NATO-ba, mondta a 2009 és 2014 között a szervezet élén álló Rasmussen. Új európai biztonsági architektúrára van szükségünk, amelyben Ukrajna a NATO középpontjában áll. Hangsúlyozta, hogy a lépés nem jelenteni az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktus Moszkvának szerinte meg kell értenie, hogy Ukrajnát nem lehet eltántorítani a szövetséghez való csatlakozástól. A részleges csatlakozás és a szövetségi partnerek ezzel járó segítségnyújtási kötelezettsége Rasmussen szerint elrettenteni Oroszországot attól, hogy a NATO-n belül támadja meg az ukrán területeket, és így lehetővé tennék, hogy az ukrán fegyveres erők a frontcsatákra koncentrálhassanak.